Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349 című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem a bűvész. Mindössze ennyi. Fogadják szeretettel Cinkota Zoltánt. Szervusz, Zolikám, hogy vagy? Hát köszönöm szépen. Jó. Most egy kicsit fáradtam, de egyébként minden a maximális. Mitől ez a nagy fáradtság? Hát ez a fáradtság a sok munkától van, hál' Istennek. Készülünk egy nagyobb volumenű előadásra, ami most ne vágjunk az elejébe a dolgoknak egyelőre, de nagyobb volumenű előadásra, ami igen sok energiát felemészt, és nagyon sok embernek a munkáját igényli. Erről majd később bővebben. Nyilván a kedves néző nem tudja, ezért mondom el, te idén jubilálsz. 20 éve vagy a pályán. Hát ez valahol igaz a dolog. 11 éves voltam, amikor elkezdtem, idén leszek 31. Ez tény és való. Tehát ez tényleg valójában 20 év. Ez mellett, a jubileum mellett azért el kell, hogy mondjuk azt is, hogy nem akármilyen bűvész vagy. Történetesen Németországban a bűvész világbajnokságon 3. helyet szereztél 1991-ben. Magyar bajnok voltál 1985-ben. Egyszer indultál a magyar bajnokságon, meg is nyerted. Egy ilyen nagy versenyen hány kategória van? Hát maga a bűvészet több kategóriát foglal magában. Ez a szó. 5 olyan kategória van, amit tényleg versenyszámként is fel lehet fogni, tehát amiben versenyeznek is a bűvészek egymás között. Az 5 kategória a komikus bűvészet, az általános, az illúzió, a manipuláció és a mikromágia. Most az általános bűvészet és az illúzió az természetszerűleg színpadi bűvészetet akar, persze a manipuláció is. Hát a komikus bűvészet az, azt hiszem, hogy nem kell bővebben kifejteni, hogy mit foglal magában. Tehát a humor elemeit tartalmaz, a mikromágia pedig kifejezetten ilyen asztal körüli kisebb társasági bűvészetnek szokták hívni inkább. Szóval hát arra való, hogy szórakoztasd azt, akivel éppen ősz, csevegsz, és hát természetesen, hogyha egy bűvész leül az asztalhoz, mindig az az első, hogy hát akkor mutasd, légy szíves, egy trükköt. Hát ez a mikromágia. Te mibe vagy a király? Hát király nem vagyok. Dehogy nem. De én főként illúzióval és manipulációval foglalkozom. A probléma az a bűvészeten belül, hogy a manipuláció, ami tényleg igazából kézügyességet akar, az borzalmas sok gyakorlást igényel. Tehát évek hosszú munkája az, hogy elérjen az emberi szintet, és amikor eléri azt a bizonyos szintet, akkor veszi észre, hogy sajnos a közönség egy kézügyességi trükköt, azt mondja, hát jó, ügyes volt ez a srác, de hát azért nézd meg, az meg eltüntette, vagy ketté fűrészelte a nőt. Szóval ez volt az a pályámnak az a része, mit tudom, hogy csacoljam meg, körülbelül 7 évig, 8 évig igen intenzíven csak ezzel foglalkoztam, és utána jött egyszer egy olyan kisebb fajta koppanás, elég idézőjelbe fogalmazva, és akkor lettem észre, hogy nem erre van igénye igazából a közönségnek. Meg ezt igazából mindenhol elő se lehet adni, mert az, hogy valaki szóval álljon a színpadon és csináljon egy kártyatrükköt, ahhoz egy bizonyos szög jó. Tehát, hogyha már oldalt ül a néző, vagy a hátad mögött ül a néző, akkor már nem lehet azt elsütni. Tehát nem él meg a trükk, csak azok, akik igazából abból a látószögből nézik, ahonnan ez ideális, tehát szemből mondjuk. Bizonyos távolság is kell hozzá, ugyanakkor egy illúziót megcsinálok, azt leállítom, körbenézhetik oldalról, előről, hátulról, ugyanaz a látvány gyakorlatilag, és lehet, hogy rémegyszerű a dolog, és lehet, hogy te is meg tudnád csinálni, hogyha megvennéd a kelléket, egy bizonyos gyakorlás persze kellene hozzá, de hogy mondjam, messze nem igényel annyi órát, munkaórát, tréninget, mint egy manipulációs trükk, és látvány az pedig sokkal nagyobb, mint egy kártyatrükknél, vagy egy golyót eltüntetni. Na, apropó, te említetted volt, és én most szabadon foglak. Te azt mondtad, hogy hát ugye a bűvész, a mikromágia, meg a manipulációs trükkök egy kellemes baráti társaságban, ha elsütnek egy trükköt. Hát azt hiszem, hogy kellemes környezetben vagy, otthonos környezetben, a Ring kávéházban, barátok között, hát akkor nosza, itt az alkalom, süssünk el egy trükköt.
Jó, hát valójában megmondom őszintén, készültem előre, nem hiszem, hogy te ezt ismered, mert szándékosan nem mutattam még meg neked. A következőben fog állni a trükk. Én most, mivel úgyis a te vendéged vagyok, hogy ne én csináljam, csináld inkább te. Na. Én hoztam magammal egy pakli kártyát, és mint tudod te is, egy pakli francia kártya 52 lapból áll. Ez tartalmaz 26 fekete kártyát és 26 pirosat. Nos, jó. Nem szeretném én saját magamat belezavarni a dolgokba, téged igyekezlek viszont. Leteszek egy fekete kártyát, meg egy pirosat. Most lényegtelen az, hogy milyen embléma, vagy milyen figura, vagy milyen szám szerepel rajta. Közben itt elnézést, nézem a képernyőt, hogy nehogy kilógjunk a képből. Fogd meg légy szíves ezt a pakli kártyát. Mindegy, melyik kezembe fogod? Teljesen mindegy. Jobbkezes vagy, ugye? Balkezes, de nem. Balkezes? Akkor jó, a kártyát az rendszerint jobb kézben jó, a lényeg az, hogy anélkül, hogy megnéznél egy lapot is. Igen. Amire úgy gondolod, hogy piros, azt rakd ide. Amire úgy gondolod, hogy fekete, azt rakd ide. Most az egész paklit így ki kéne rakni. Csak az a lényeg, hogy egyesével, és ne nézzél meg egyetlen egy lapot sem. Jó. Jó? Jó. És én közben drukkolni fogok neked. Teljesen mindegy, hogy teszem. Teljesen mindegy. Tehetem gyorsan is, ugye? Toljuk följebb? Egy picit följebb. Talán azért, hogy egy kicsit több helyed maradjon. Tehát teljesen mindegy, hogy hogy rakom. Állj meg egy pillanatra? Igen. Csak egy pillanatra állj meg. Jó. Hogy egy kicsit változatosabb legyen a dolog, még egy kártyát hagyj kérjek el. Ez piros, ezt most már láttad, hagyd dobjam ide. Igen. Talán itt van egy fekete is közte, jó. Most próbáljuk meg azt, hogy ide rakod a feketéket, ide a pirosakat, mert nagyon egyhangú volt eddig a trükk. Na most én nem akarlak befolyásolni, de azt megcsinálhatod nyugodtan, hogy esetleg úgy érzed, hogy két fekete vagy három fekete jön egymást, de nyugodtan kezd el pakolni a kártyát bátran, szóval ne félj, ne ijedj meg a lehetőségtől, hogy... Úgyis ritkán adódik meg nekem. Hála az Istennek, hogy gyorsan rakod, legalább a nézők azt tudják, hogy nincs besteklizve a kártya. Ugye nem beszéltünk meg előre semmit, de felnyugtassál meg mindenkit. Nem beszéltünk, nem volt mikor. Rendben van, a következő dologra kérlek, rém egyszerű lesz. Azon az oldalon. Igen. Fogjam meg ezt a paklit? Így, segítek. Igen. Inkább csinálom én, jó? Jó. Csak a jelzőkártyákat kell külön rakni. Nem akarok kimenni a képből. Boríts fel, légy szíves, te is, amit kirakta ezt az oldalt, és én a másikat ezt? Is rábor. Igen, persze, természetesen. Igen. Igen, ez segítek. Igen. Elvettem itt az órod elő a kártyát. És húzz szét szép lassan az egész dekket. Bravo. Na most erről a képességemről nem voltam. Ezzel nem azt hiszem, nem hibáztál egyetlen egy lapot se. A feketénél fekete, a pirosnál piros. Piros. Na most mivel 52 lapról van szó, ugye hát ezt megegyezni, sorrendbe rakni, ezt azt hiszem eléggé nehéz dolog lenne, bonyolult. Hát ilyen egy kártyatrükk. Ez így néz ki. Hál' Istennek nem én csináltam, hanem te, úgyhogy most büszke lehetsz magadra. Az én kezem ilyen mágikus, vagy ez mindenkivel így tudtad elsütni ezt a trükköt? Hát az igazság az, hogy ezt rendszerint mindenki meg tudja csinálni, de azért kell hozzá némi ügyesség is. Jó érzék kell hozzá pontosabban. Keverjem meg ezt egyet? A kártyát? Igen, keverd meg, légy szíves. Jó. Azt hiszem túlságosan nem kell megkeverni, eléggé meg tudjuk győzni a nézőket arról, hogy tényleg meg van keverve. Igyekszem szűk helyen mozgatni a paklit, húzz el, légy szíves, egy lapot akárhonnan. Nézem is meg? Igen, természetes, és a kamerának mutasd meg. Megvan, akkor tedd vissza valahova. Mindegy hova. Persze, teljesen mindegy hova. Még egyszer, ez volt az? Csak most én is elfordulok a kamerán. Ez ugye? Igen. Én még mindig nem láttam. Nos, a következőről van szó. A dolog... Úgy kezdődött, ugye, hogy te húztál egy lapot, visszatetted a pakliba. Megnéztük és visszatettem. Kicsit belemelgettem, belekevergettem. Nyomd meg itt a hüvelykujjaddal ezt a felső lapot, jó? Igen. Most ez a nyomógomb, megmondom őszintén, ez egy láthatatlan nyomógomb volt, úgy működik, mint a lift a te kártyád. Vagyis a kártya a pakli tetejére feljött. Most arra kérlek, hogyha tényleg ez volt a lap, amit választottál, csak annyit mondjál rá, hogy igen, jó? Megmutatom, oda is, ide is. Ez nem, volt ez az? Nem. Akkor légy szíves, tedd ide az asztal fölé a tenyeredet kinyújtott állapotba, úgy. És ezt a lapot, amit be azt mondtad, hogy nem ez volt, azt ide is rárakjuk. Ez volt az? Nem. Nem ez volt az. Hát akkor talán, ja megvan persze,
A körász volt, ugye? Nem. Lehetett a körász se. Hát lehet, hogy most tévedtem, de egyet árulja, igazat mondtál, ugye? Természetesen, mindig igazat mondom. Megmondanád, melyik lapot választottad? A Kör 8-as. Kör 8-as. Na most az az igazság, hogy az 52 különböző kártya, csak a Kör 8-as az egyetlen lap, amiből három van a pakliban. Nem hiszem, hiszem. Csetincsíts hármat, légy szíves. Jaj, de fat. Mondhatom a kamerának is, mert neked is. Egy. Kettő. Jó, hát három. Ezt Zoli, azt hiszem, hogy... engem meggyőztél. Remélem a kedves nézőt is. Lépjünk egy lépéssel tovább. Te az éjszakában dolgozol. Felvállalod ezt? Milyen ma az éjszakában dolgozni? Ma az éjszakában? Röviden. Röviden és tömören fogalmazzuk meg a dolgot. Hát ezt két szempontból tekintsük, jó? Először is magát az éjszakát, a helyeket és magát a környezetet. Most én a környezet alatt értem azt. Szeretek ott dolgozni, mert igen sok barátom van. És... szóval az emberek, akik körülöttem vannak, azokat szeretem, mint barátok, mint haverok, és jó a társaság. És ezekkel szívesen dolgozom együtt. Az éjszakai szórakozó helyekre pedig hagyj ne nyilvánítsak véleményt úgy konkrétan, mert elég drasztikus lenne. Ugyanis sajnos az infláció, az áremelés, stb. Minden tényező közrejátszott abban, hogy az éjszaka az tönkrement. Egy szóval megfogalmazva. Na most egy-két nívós szórakozó hely, lásd, Maxim. Moller Rouge. Isten ments, hogy reklámot most már úgyse tudnék reklámot, ugyanis bezártak ezek a helyek. Szóval elképzelhető, hogy nem a megfelelő vezetés miatt, elképzelhető, hogy a tényleg az a tényező játszott közül, hogy az embereknek elfogyott a pénzük ma, és nincs vendég az éjszakában. A lényeg az, hogy az az egy-két szórakozó hely, ami nyitva megy, az is már éppen, hogy csak meg tud élni, véleményem szerint. Én fel, hogy rentábilisra tudja hozni magát, tehát nem deficites, de könnyen el, de az biztos, hogy mit tudom, 7-5 napján, hétfő, kedszerd, a csütörtök, vasárnap deficittel működik, és péntek, szombat az, ami úgy, hogy rentábilissá teszi a dolgot. Te egy vidám srác vagy, vannak szenvedélyeid. Én nyugodtan elmondhatom, mert közös szenvedélynek is hódolunk, mind a ketten szeretünk kártyázni, és én vagyok olyan bátor fiú, hogy egy partiba kártyázok egy bűvésszel, de a kocsik is a szerelmeid közé tartoznak. Most például mi éppen a kedvenc? Most a kedvenc autóm? Hát az egy Toyota Supra, és azt hiszem, hogy akkor átérhetünk arra is, hogy most mind dolgozom. Mert az elején én említettem neked valamit, hogy nagyon le vagyok fáradva most. És tényleg ez a 20 év ebben a szakmában most valahol lehet, hogy ráteszem a koronára. Hát valami olyasmire készülsz, legalábbis ahogy én hallottam, ami Európában is egyedülálló. Amerikában egyedül a David Copperfield, aki ekkora volumenű illúzióval foglalkozik. Erről beszélj néhány mondatot így. Ez így igaz, vége felé. Örülök, hogy meg is említettük ezt a dolgot. Hát röviden arról van szó, hogy először sikerül egy különleges technikával élő közönség előtt megjelentetni és eltüntetni egy Toyotát, egy autót, és hát igen nagy stáb dolgozik rajta, 42 ember az, akik most effektív dolgoznak rajta, mind fizikailag, mind szellemileg. Borzalmas nagy munka, ugyanis április utolsó hétvégén, 28 és 30-a között valamikor, ez a péntek-szombat-vasárnapon kerül egy bemutatásra először. Előadássorozat formájában fog működni a dolog. 4 előadás van eleinte betervezve vidékre, és utána egy nagy budapesti durranás lesz a vége a Margit-szigeten, a nagy réten. Egy technikai kérdés. Meghívhatjuk a Budapest Televízió nézőit is az egyik műsorra? Természetesen. Tehát ezt vegyük, sok szeretettel várom. Ez egy nyilvánosan átadott meghívó. Szóval mindenkinek természetesen, aki nézi az adást, és hát sok szeretettel várunk mindenkit. Ez egy természetszerű dolog. Zolikám, így a műsor vége felé. Én csak azt kívánom neked, amit magamnak kívánnék. Nagyon nagy durranás legyen, fémjelezze ezt a műsort is korona, hiszen megérdemled. Nagyon tehetséges ember vagy. Nagyon jó barátom vagy, nagyon szeretlek és tisztellek, és növelje a népszerűségedet egészen a csillagoségig. Zárjuk szépen ezzel ezt a műsort, és nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.